A Tököli sportcsarnokban a megújult parkettán vagyunk Hoffmann Pállal, a város első emberével. A nézők ezt nem látták, de ahogy megérkeztünk, polgármester úr levette az öltönyhöz passzoló cipőjét, és felvett egy sportcipőt. Ami szintén passzol az öltözékemhez. Inkább a sportcsarnokhoz passzol, nem az öltözékhez. De egy szó mint száz, ez egyfajta tiszteletet egyből mutat, hogy hogyan viszonyul, hogyan áll az új parkettához, a megújult sportcsarnokhoz. Hát a sportcsarnokban egyébként is illik sportcipőben, a sportcsarnokot sportcipőben illik használni, de valóban így van, hogy nagyon nagy öröm, meg tisztelet is az itt elvégzett munkáért azoknak, akik itt dolgoztak, mert ez egy minden elemében megújult sportcsarnok. 27 éves a csarnok, 94-ben adtuk át, ugyanúgy, ahogy a mostani beruházásainknak, akkor is voltak ellenzői, voltak, akik túlokoskodták a dolgot, nem is tartották fontosnak, hogy tökölön legyen sportcsarnok, mi pedig azt gondoltuk, hogy ez az iskolai testnevéléshez és a város akkor is eredményes sport életéhez elengedhetetlenül szükséges. Jól szolgálta az épület a tököli sportot. 6 évvel ezelőtt a Városközpont rekonstrukcióban bővítettük, egy új homokzatot tervezett rá Sipicik Zoltán, a város főépítésze, és most pedig ugye egy információhoz jutottunk, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség újít fel sportcsarnokokat, itt nem pénzt kaptunk, hanem munkát. Összeállítottuk azt a műszaki tartalmat, amit mi fontosnak tartottunk a rekonstrukcióban, és a Kézilabda Szövetség ezt az elnökség akceptálta, úgyhogy hálásan köszönjük Kocsis Máté elnök úrnak, Novák András igazgató úrnak ezt a döntést, meg az elnökségnek természetesen, és a 150 milliós munkát egy fővállalkozó nyerte el, a kisebb generál végezte alvállalkozóként a munkák nagy részét, és ugye azt kiderült a beszélgetésből, hogy szinte a magukénak érzik ők is, vagy érezték az itt dolgozó emberek is ezt a feladatot. Én nagyon büszke vagyok rá, megmondom őszintén, mert teljes mértékben átalakult, és az én elégedettségemet nem a személyes elégedettség táplálja, hanem a gyerekeké. Bejönnek a gyerekek, és azt mondják, hogy hú, de szép, milyen jó színes. Nem igazán trendi, mert azt látjuk most, hogy a mostani építészeti stílus az szürke, fekete, valamilyen színű kék, mi pedig inkább ilyen mediterrán, melegebb a hangulatú csarnokot akartunk, mert jobban kedvelik az emberek, én azt látom, mint a távolságtartó hideg termeket. Használják már a gyerekek, nagy öröm nekem, hogy ugye az alsó tagozatosok jönnek, most ugye miattunk még kinn vannak, a szintén a Kézilabda Szövetségtől kapott műanyag pályán tudnak testnevelési órát tartani, de egyébként már használják a gyerekek délutánonként. Az utánpótlás korú sportolók is itt vannak, már edzenek, és a felnőttek pedig már bajnoki mérkőzéseket is tudnak játszani. Még mielőtt belemennénk abba, hogy mennyi minden újult itt meg, milyen az igénybevétele a csarnoknak, hogyha nézzünk egy ilyen képzeletbeli napot reggeltől estig, a hétvégéket, akkor nagyjából hányan, mennyien, milyen korosztály fordul? Ez nem meg? Egy bonyolult feladat, mert reggel 3-1-8-tól, délután 2:30-ig az iskolások használják, úgyhogy gyakran nem egy, hanem 2-3 osztály is itt van. Utána pedig a versenysportolók utánpótláskorú gyerekei, és később pedig az ifjúsági junior és felnőtt csapatok vannak. Aztán persze vannak a szabadidős sportolóink is, csapatok, akik bérlik a termet. Ezek elsősorban az esti órákban, vagy szombaton, vasárnap használják a csarnokot. Nagy bánatukra, meg nekünk is, a mostani időszakban ez nem volt lehetséges, talán hétfőtől el tudunk újraindulni. Ugye beszélgettünk korábban, meg itt az összefoglalókban programokról, meg beruházásokról esik szó, ezeket mutatjuk be a városban, most a sportcsarnokot. És egészen eddig nem beszéltünk arról, hogy ami itt történt, meg amit ezek a beruházások, ezek egy 3 éves folyamat eredményei, egy olyan másfél évben, amit tulajdonképpen a járvánnyal való küzdelemmel telt el. Arra azt gondolom külön érdemes hangsúlyt helyezni, hogy ebben a járvány sújtotta időszakban is tudtunk dolgozni, megtaláltuk azokat a forrásokat, miközben nehezebb a költségvetési helyzetünk, kevesebb forrásból gazdálkodunk, megtaláltuk azokat a forrásokat, amelyekből ezeket a beruházásokat be tudtuk fejezni. És hát ugye a
városokban mindig nagyon erős volt, vagy a város vezetése, hogy hogyan tudunk külső forrás szerezni, ez pályázatokból sikerül elsősorban, másrészt pedig ilyen megoldásokkal, mint most a kézlabda szövetség finanszírozása, vagy pedig a társasági adott támogatások, amelyek vállalkozók felajánlásaiból tesznek lehetővé jelentős munkákat, önkormányzati feladatok, intézmények felújítását és jelentős vagyongyarapodást is érünk el ezzel. Az, hogy mi minden történt itt tökölön a sportcsarnokban, azt majd a kivitelezőtől megkérdezzük, de ezt felvezetve, mi volt a koncepció? Nyilván ugye mindent megváltoztatni nem lehet, hiszen van egy költségvetés ennek. Mi az, amihez mindenféleképpen szerettek volna hozzányúlni, és mi az, ami esetleg még hátra maradt? A szövetség munkatársai nagyon pozitívan álltak a feladathoz, ezért aztán mindent összeírtunk, amit mi megoldandó feladatnak láttunk, és a későbbiek során alakult ki, hogy ebből mi az, ami ebből a 150 milliós keretbe belefér. Úgy tudom egyébként, hogy olyan 1 milliárd forint körüli összegről döntött a két, de a szövetség az országban 8 vagy 9 csarnok felújítását bonyolították le. Tetszik, nem tetszik, büszke vagyok rá, hogy a tököl benne van ebben a 9-ben, és nagyon örülök annak, hogy ezt a 150 millió forintot a kézlabda szövetség a tököli kézlabda sport és általában a sportélet elismeréseként a városra fordítja. Én remélem, hogy a látvány nem csak a gyerekeknek, hanem meg akik használják, hanem azoknak is szembeötlő és örömteli, akik nézőként jönnek és használják a csarnokot. Rengeteg új egyszerű elem változott meg, ha csak a gerendák, a sárgára festett gerendák ritmusát figyeljük meg, vagy a palánk, az új palánk festést, vagy a lelátó új deszkázatát, ezek mind, vagy pedig amire nagyon büszkék vagyunk, saját ötletünk, a város ikonikus épületeinek a megjelenítése a főfalon, ezek mind olyan elemek, amik új látványt hoznak, és úgy gondolom egyébként, hogy ettől egy nagyon személyes hangulatú, kedves csarnok, kedves épület alakult ki. Ebben az összegben nem minden férhetett bele, hiszen ez mégiscsak egy 150 millió forintos összeg, de valamit szerettek volna belerakni. Mi volt az, ami ilyen koncepció alapján eldöntötték, hogy mi az, ami most első körben megvalósuljon? Tulajdonképpen egy koncepciális kérdés volt, hogy szerettük volna, hogy a csarnok újuljul meg, hogy használunk megújuló energiát, energiatakarékosabb épület alakuljon ki, mint a felújítás előtt volt. Fantasztikus, jó teljesítményű új kazánok kerültek beépítésre, műanyag nyílászárókat építettek be, itt a hátam mögött láthatók ezek a gyönyörű fehér ablakok. Sok minden változott, ami a világítás megújult, és csodaszép 1000 luxus a csarnok megvilágítása, és emellett voltak olyan egyszerűbb esztétikai elemek, amelyek szintén fontosak voltak, a parketta csiszolása, az új színezése, lakkozása, a parkettának a végfalak új színe, a város ikonikus képeit bemutató fotók, a kapuk mögötti falakon, a palánk, a lelátó színhatásai, ezek mind olyanok, amik szerintem rendkívül jól el vannak találva. Tököl város főépítésze is részt vett a városi sportcsarnok megújításában, felújításában. Milyen szempontok voltak, milyen szakmai szempontok voltak szem előtt? Hát egy felújításnál nyilvánvalóan ez egy szakipari felújítás volt, ami a meglévő kubatúrának, vagy a meglévő alapszerkezetnek a megtartása mellett történt, de ugye egy 20-valahány éve fungáló csarnokról van szó, és ez bizony már eléggé elhasználódott, előregedett, és most egy frissítés történt. A festések, a bizonyos olyan szerkeltek, mint a lelátónak a ülőkéi, amik ugye gyorsan használódnak, ezek cserére kerültek, és persze van egy gépészeti felújítás, ami nem olyan látványos, de azért a funkció vagy a működés szempontjából nagyon lényeges. Hogyha egy város képet nézzünk, akkor vannak adottságok és lehetőségek. Itt az adottság az, hogy már 20 éve itt van ez a sportcsarnok, ezen nagyon nagy dolgot nem lehet tenni, ahová lerakták, ahogy kinéz, ez van tulajdonképpen. A lehetőség az mondjuk oda bent teremtődik meg, hogy hogyan nézzen ki, mennyire legyen mondjuk része a városi képnek.
ez mint lényeges szempont merült fel, és erre válaszol a polgármester úrnak az ötlete, aki ezt az ország egy másik pontján látott egy hasonló megoldást, ahol a csarnok belső oldalán a város jellegzetes, ott egy város sziluett, amit mi, miután nekünk nincs olyan erős városközpontunk, ami sziluettként használható lenne, ezt mi úgy alakítottuk át, hogy a város jellegzetes épületeit, egyedi épületeit egy sorba vontuk, és ez jelenik meg a lelátóval szemközti falon, amit majd nyilvánvalóan majd látszani fog, most egyőre pont szembülünk vele és nem látjuk. Ez egy egyedi eleme a felújításnak, és ugyanakkor visszautal arra is, hogy hol is van ez a csarnok. A Tököli Sportcsarnok generál kivitelező cégével beszélgetünk, akik már a térségben a második sportcsarnokot renoválták, hogyha lehet így fogalmazni. Amikor egy ilyen munka összejön, hogy kell nekifutni? Azért mégsem egy lakóház, egy telek, egy családi ház. Itt azért teljesen más mértékek vannak egy sportcsarnok esetében. Köszönöm szépen a kérdést. Ez egy érdekes helyzet itt, főleg Tökölön, mert itt fotballozom az öreg fiúk csapatában, hála Istennek, hétről hétre, és külön öröm nekem, hogy a Tököli sportcsarnok felújításában részt tudtunk venni. Ugye itt vagyok minden nap, és látjuk a hiányosságokat, és polgármester úr is próbál ez ügyben tenni a pályázaton kívül már korábban is, hogy miket lehetne esetleg szebbé, jobbá tenni. De így, hogy sikerült a Magyar Kézilabda Szövetségen keresztül megkapnunk ezt a munkát, külön öröm és még nagyobb odafigyelést igényelt, mert ugye a fiúktól azért megkapjuk az rikát esetleg, ha valami nem úgy sikerül a pályán. Lekiabálják a lelátóról, így hogy ennyi, nem látjuk a pálya bal sarkát, mert hogy ez így a LED lámpa nem oda. Igen. Egészen így, jó, de ez tényleg így megy? Tehát a kritik? Abszolút így megy, és ugye kimegy valaki a mosdóba, akkor egyből azt nézi, hogy na itt a fuga nem szép esetleg, vagy a festés nem úgy sikerült, tehát nem engedhetjük meg magunknak itt különösen a térségben, hogy ezt olyan munkát végezzünk, ami nem felel meg. Mi az, ami itt konkrétan megvalósult Tökölön? Honnan indultatok és meddig jutottatok el? Elég sok munka végzés volt, több szakák dolgozott itt. Amit mi elvégeztünk, az a homlokzati hőszigetelő, illetve homlokzati nyilázárok cseréje. Ezek nagyon régen kerültek beépítésre, falnyilázárok voltak, nem feleltek meg az energetikai előírásoknak semmiképpen, illetve fűtés korszerűsítést is elvégeztek, azt nem mi végeztük, de így ezáltal, hogy ez is elkészült, a fűtés sokkal jobb lett, illetve a fény, ha látjátok, hogy jóval világosabb minden így, hogy bekerültek az új nyílászárók. Ez egy nagyon fontos része volt, teljes festés felújítása megtörtént. A vizes blokkokban, öltözőkben burkolatcsere, folyosókon világítás testek cseréje, ledes világítás készült el, illetve a legfontosabb része, én azt gondolom, a lelátó, illetve a küzdőtér, ahol a parketta teljesen megújult, többszöri csiszolás, illetve 4 réteg lak került rá. Azt gondolom, hogy nagyon jó minőségben, és újra lett vonalazva a pálya is. Most, hogy láttad, hogy milyen volt a csarnok ugye ezelőtt, hiszen itt fociztál, említetted, mert most is fogsz meg itt focizni, miből mibe jutott ez a csarnok így? Egyrészt mondd el ezt focista szemmel, tehát mint sportoló szemmel, aki igénybe veszi a csarnokot nap, mint nap. Másrészt pedig ugye, mint hát kivitelező szemmel, hogy mennyire tetszetős vagy szép ez a munka, amit megvalósult. Igen, hát mint futballista szemmel azt tudom mondani, kijöttünk a pályára, és a fiúknak is az volt az érzése, hogy egy olyan közegben vagyunk, ami teljesen új, és nem csak a színek miatt, hanem maga, ugye a légkör is tényleg az volt, hogy egy új csarnokban vagyunk, ez egy nagyon jó érzés volt, illetve a Sipicki úrral és a polgármester úrral, hát több hetet eldolgoztunk azon, vagy foglalkoztunk azzal, hogy a színek hogy harmonizálnak egymással, illetve látjátok hátul azt a falat, amit a polgármester úr tényleg sok munkával elért, hogy ez oda fölkerüljön, és mi először csodálkozva néztük, hogy minden föl fog oda férni, de úgy néz ki, hogy polgármesternek megint igaza volt ebben, hogy kerüljenek föl. Na azt gondolom, hogy ha valaki eljön ide most, és mondjuk pár évvel ezelőtt látta a csarnokot, akkor azt fogja mondani, hogy igen, ez most megfelel tényleg mindenféle előírásoknak és szépségében is. Mi csináltunk egy filmet is erről, hogy milyen volt és milyen lett a csarnok. Elég látványos, hatásos, ha gondoljátok, oda is adjuk majd. Yeah.
stay. Hoping things might go my way. For every dollar I make, that stands so hot, man, just to take you away. So much say, I talk loud, see if I care. Free, man. The devil's gonna set me free. Ain't got no place.